Oli vagyok, a nagy család édesapja. Tudjuk ezt, hogy a párom dolgozik csak a családba. Én tartom a frontot itthon. Ennél a családnál is a három nagyobbik gyermek édesanyját veszítette el. Egyedül nevelem a két gyermekemet. Izületi gyulladásom van, de erről nem szeretek beszélni. Tudom, hogy az édesanyja sok problémával küzd, és nem könnyű körülmények között neveli a gyerekeket. Mégis azt kell, hogy mondjam, hogy valahogy a szeretetteli légkör az látszik a gyerekeken. December 17 délután 16 órai kezdettel tartjuk első kézből kézbe adventi jótékonysági rendezvényünket a Tabi Művelődési Házban. Tab városa és néhány környező település összefog, hogy a hangverseny teljes bevételét a Takács Gyula Általános Iskola által ajánlott két család részére adhassuk át. A rendezvényen közreműködik a Tabi Kamara Kórus, Tabváros Fúvós Kamara Együttese és a Mágocsi Adventista Gyülekezet Énekkara. Szilvia vagyok, 4 gyermek édesanyja. Jelen pillanatban itthon vagyok, mivel nincsen munkám. Dolgoztam egy cégnél, de sajnos elküldtek. Poli vagyok, a nagy család édesapja, családfője. 4 gyerekem van, 3 fiam és egy lányom. A lányom a legnagyobbik. A nyáron lett felnőtt. Következő gyerekem Dávid, legnagyobbik fiam. 8-as most fog ballagni. Gergő, következő 5-es felső tagozatos. Bence, 3-as alsós. Igazából mindegyik elég jól tanul. Pollák Zsuzsanna vagyok. A Plavec Gergőnek vagyok az osztályfőnöke, aki 5. osztályos itt Tabon, őt ismerem jobban. Egy nagyon kedves, tisztelettudó fiúnak ismertem meg a Gergőt. Gergő vagyok, 5. B osztályos. A kedvenc tantárgyam a rajz. Jó magaviseletű gyerekek, nagyon tisztelettudóak, öröm velük dolgozni. Egy kedvesség árad belőlük, tehát én pozitív légkör lengi körül őket. És ezt tapasztalom a szülők részéről is, tehát nagyon együttműködőek, bármiféle probléma van, bátran és nyíltan kereshetjük egymást, részt vesznek az iskola életében is, bekapcsolódnak. Igazából, amit mi átadunk a családnak, az majdnem pontosan ugyanaz, mint ahogy mi neveltettünk. Tehát jó modor, illemtudás, igazából ezek a legfontosabbak. Szilvit és Palit nemrégiben ismertem meg, 4 gyermekes családról beszélünk, a gyermekek közül a 3 kisebbik ide jár a Tabi általános iskolába. A nagyobbik gyermekük már Kaposváron tanul. A gyerekekről nagyon sok jó véleményt hallottam, mind az iskola, mind a szülők részéről, és amikor kint voltunk a családnál, láttuk, hogy rendben, békességben és szeretetben nevelik Gergőt, Bencét, Dávidot és a nagyobbik lányt is. Köszönjük szépen, hogy megkerestetek minket. Nagyon örülünk neki. Elsősorban a fiúknak lesz ez egy nagyon jó ajándék, hogy őnekik szeretnénk ezzel a nem tudjuk mennyi összeggel, ha éppen annyi nem fedezi, akkor kipótolnánk. Tehát szeretnénk nekik egy laptopot, megmondom őszintén. Egy számítógépet, mert az iskolában ez kell. És nekünk hát régebb fajta számítógépünk van, ami már nem működik, nem jó. 20 éve dolgozom a gyermekvédelemben. Mindig megrendítő az, amikor gyermekek a saját szüleiket veszítik el. Ennél a családnál is a 3 nagyobbik gyermek édesanyját veszítette el. Szilvi került újként a családba, és azt láttuk, amikor náluk voltunk, hogy mindent megtesz az édesanyja pótlására, az ő hiányának a betöltésére, amennyire persze egy második anya tudja ezt megtenni. Mindenképpen tudnám őket támogatásra ajánlani, mert nagyon szoros egységet érzek a családban. Nagyon odafigyelnek a gyerekekre, igyekeznek nekik mindent megadni, és mindenben segítik és támogatják őket, amiben csak tudják.
A koncert előtt délután 14:30-kor 6 és 18 év közötti gyerekek, fiatalok részére a művelődési házban empátia vetélkedőt szervezünk, ahol a résztvevők játékos formában kipróbálhatják, milyen a vakok és gyengénlátók, a hallássérültek, a mozgássérültek és az értelmi akadályozottak élete. A regisztráció után a jelentkező gyerekeket 4 csoportba osztjuk, és a 4 állomás mindegyikén kipróbálhatják magukat. A résztvevő gyerekek a jótékonysági est idején jutalmat kapnak. A csendesi jótékonysági koncertet a Fúvós Kamara csoport nyitja meg, Sárpántyé téged Isten dicsérünk preludiumával, utána következik a Tabi kamarakórus, azt követően élő Ádám játszik harsonán, a műsora Weber Románc lesz, utána pedig a Fúvós együttes játszik ismét, szép Bach korált, egy kis klasszikus zenét, és a végén egy vidám indulót. A Reménység Alapítvány és a Nágocsi Adventista Gyülekezet 3 karácsonyi énekkel és egy zongoradarabbal készül. Helyi vállalkozók jóvoltából a 100, az 1000 és az 5000 forintos címletű támogatójegyek tulajdonosai között ajándékokat sorsolunk ki, így kérjük, hogy támogatójegyeiket a hangversenyre feltétlenül hozzák magukkal. Sasi vagyok, 7. A-ban járok, kedvenc tantárgyam a tesi, járok zeneiskolába péntökenként, csütörtökönként, szeretek focizni. Ági vagyok, Bábonymegyerbe dolgozok a postán postavezetőként, mindig postán dolgoztam, és nagyon szeretem csinálni, mert szeretem az embereket, szeretek velük beszélgetni sokat. Lillának hívnak, 7. osztályba járok, és a kedvenc tantárgyaim az info, a tesi és a néme. A 2 gyermekem Iker, mindegyik 7-es, nagyon büszke vagyok rájuk, mert jó gyerekek nagyon. Lilla szorgalmas is. Nagykoromban informatikával szeretnék foglalkozni, és hogyha lehetséges, akkor még némettel is. Megyes Éva vagyok, és az Acsai Gyerekek osztályfőnöke. 7-esek a gyerekek. 5. óta vagyok az osztályfőnökük, és jó véleménnyel vagyok róluk. Alapvetően jó lelkű gyerekek, kedvesek, együttműködőek. Az osztálytársaikkal jól kijönnek. Ági személyében egy intelligens, kedves édesanyát ismertem meg. Betegsége ellenére nem hagyja el magát, felelősségteljesen végzi munkáját, és szeretetben neveli gyermekeit. Egyedül tartja fent családját, ami egy egészséges ember számára sem könnyű feladat, és ő még emellett naponta megküzd az ízületi gyulladások okozta fájdalmakkal is. Tudom, hogy az édesanya sok problémával küzd, és nem könnyű körülmények között neveli a gyerekeket. Gyermekei jó képességű tanulók, akik mindenben segítik édesanyjukat. Sasi még most is jár a zenekarba, dobol. A Lila abba hagyta ugyan a zenei tanulmányait, de most ráfeküdt a tanulásra. Ő a szorgalmasabb, és a jegyei is jobbak. Sasi egy kicsit lazább, de egy jó kedélyű, jó kedvű. És szerintem nagyon rendes ember lesz mind a 2 gyerekből. Ha támogatást kapnánk, annak nagyon sok helye lenne. Nagyon régi a számítógépünk, lassú, nem tölti be a fájlokat rendesen, azt szeretnénk felújítani. Akkor hát gyerekek kamaszodnak a ruházatukat is, ugye most jó lenne akkor egy kicsit felújítani. És hát lakásra is lehet költeni, tehát minden fillérnek jó helye van. Fogjunk össze és támogassuk Ági családját is, hogy egy különleges karácsonyban lehessen idén részük. Mindenképpen tudnám ajánlani a támogatást. Úgy gondolom, jó helyre kerülne a pénz, és úgy gondolom, hogy megérdemelnék. Főleg azért, mert annyira szeretetteli, jó kedélyű és jó lelkű gyerekek. Én is nagyon szeretem őket. Ez nem azt jelenti, hogy minden szempontból tökéletesek, de gyerekek. És a gyerekek közül azt hiszem azok, akiket könnyű megszeretni. Szentesiné Kis Katalin, a rendezvény fővédnöke a koncert végén bejelenti, mennyi támogatás folyt be a belépő és támogató jegyekből.
és ennek teljes összegét átadjuk a két támogatásra ajánlott családnak. A rendezvény végén kis állófogadással zárjuk az estet. Legyen vendégünk, legyen a rendezvény és a családok támogatója 2017. december 9-én délután 16 órai kezdettel a Tabi Művelődési Házban.